mondjam, hogy majdnem Big Ben, amikor kirakják a primőröket, meg az újak. Sziszegünk ugyanúgy, mint mindenki, és várjuk a jobbat, várjuk a olcsóbbat. Itt a jó idő, reméljük, hogy ugyanúgy a termelőknek, a árusoknak is jobb lesz, mint nekünk. Ugye mindig azt halljuk, hogy az egészséges táplálkozás mennyire fontos, és nagyon sok ember nem teheti meg azt, hogy sok mindent megvásároljon, ami itt szemszájnak ingere. Úgyhogy érezzük a drágulást. Fekete paradicsom, savmentes paradicsom, többfajta hazai paprika, és még sorolhatnánk. Széles a választék ennél a standnál, a nyíregyházi piacon. A termelőknek sem az időjárás, sem a járványhelyzet nem kedvezett idén. Ez a primőrök és a ritkább termékek áraiban nagyban megmutatkozik. Amilyen tavasz volt, ahogy nőttek a növények, ezáltal az emberek sokkal nagyobb ráfordítással termeltek, és van egy olyan érzésem, hogy mivel én 20 éve árulok itt, hogy nem ezek az árak nagyon magasak, mert van összehasonlítási alapom, hanem talán, most mondhatom, kevesebb a pénzünk, és ezáltal nehezebben tudják az emberek megfizetni. Egyáltalán nincs az az érzésem, hogy túl kérnek érte, mert mondom, az elmúlt idők, én 2014-ig termeltem, csak termeltem, és tudom azt, hogy azok az emberek mennyit dolgoznak, és nekünk akkor még az időjárás is lényegesen ideálisabb volt, mint most. A termelők szerint a 2020-as szezonkezdés árait nehéz felülmúlni. A táblákon ugyan nagy összegek állnak, de mostanra vannak olyan zöldségek, gyümölcsök, amelyek tavaly is ennyibe kerültek. Szerintem nem kerülnek többe. Vegyük az új hagymát, ami már elérte azt az árat, amit tavaly is. 200-250 forint egy csomó. Ugyanannyi volt tavaly is. A cékla ugyanígy 150 forint volt. Sárgarépa zöldség ugyanígy 350 kilós, 450-500 volt az ára. Úgyhogy nem valamivel vissza fog esni. Esetleg a paprika ára lesz magasabb, mint tavaly. Meg a paradicsom. Hát vagy kevesebben termelik, mert az időjárás ugye az befolyásolja. A szabadföldi hogy fog bejönni, és ha nem lesz elég szabadföldi, akkor tartja az árat. 3000 forintról indult tavasszal az eper kilója, szezonja kifutóban, ezért 1000 forint körüli árakkal találkozunk most. A korai cseresznyel 800 forinttal kezdett, dinnyét is vehetünk már 300-350 forint körül. A legnagyobb árkülönbség a paprika, a paradicsomfélék, valamint a kígyó uborka esetében figyelhető meg.